Kedves nézőink, a közelmúltban vette át Paks Rudolf, az ajkai sakkélet meghatározó alakja, az önkormányzat sportért tiszoklevél kitüntetését. Ennek apropóján hívtuk meg egy stúdió beszélgetésre. Köszöntöm a stúdióban Paks Rudolf fidemestert, jó estét kívánok! Jó estét és kívánok! Először is gratulálunk a kitüntetéséhez. Kérem, magyarázz el nekünk, mi ez a fidemester egyáltalán, nem vagyok biztos benne, hogy mindenki tudja, hogy mit takar ez a rövidítés. Hát szeretettel köszöntöm én is a nézőket. Elnézést kérek, hogy egy kicsit furcsán beszélek, de múlt héten történt velem egy malőr. Leesett az alsó fogsorom, és ki kellett húzatnom a fogamat, és kicsit furcsán beszélek, de hát remélem elnézi a nézők. Hát visszatérve a kérdésre, a FIDE az Nemzetközi Sakkszövetséget jelent, ugyanúgy, mint a labdarúgásban a FIFA. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség, a FIDE az Nemzetközi Sakkszövetség. Amikor én megkaptam 20 évvel ezelőtt ezt a címet, 1995-ben, akkor Manilában volt a sakkolimpia, és ott ítélte oda az akkori Nemzetközi Sakkszövetség kongresszusa a fidemesteri címet. Az nyilvánvaló, hogy nem keveset kellett teljesíteni, de mit konkrétan? Hát a fidemester gyakorlatilag nagyon nagy kritériumai vannak, és egy bizonyos értékszám eléréséhez kötik. Van az úgynevezett élő pont, amit gyakorlatilag sokan félreértenek, mert élő Árpádról, egy Amerikában élő professzorról nevezték el az élőpontot. Tehát az élőpont a pillanatnyi játéktudást tükrözi, és 2300 értékpontszámhoz kötötték akkor, hogy valaki fidemester legyen. Nagyon nehéz elérni, és ezt kétszer kellett teljesíteni egy évben. Abban az évben, amikor én megnyertem a fidemesteri címet 1995-ben, akkor Magyarországról 10 adták be az igényüket, akik teljesítették a fidemesteri címet, de csak 2 kaptuk meg. Az ez külön... rendkívül rangos elismerés akkor. Igen. Szerint, igen. Mert Ajkán volt egy verseny, életben először rendeztek nagymester versenyt. És én elindultam, mert nem jött meg egy orosz versenyző, különben nem engedtek volna engem elindulni, mert csak mesterjelölt voltam. Viszont nem tudták volna megrendezni ezt a versenyt, és megrendezték. És én akkor nem fidemesteri címet teljesítettem, hanem egyen nagyobb kategóriát. És vélhetően ezért ítélték oda nekem akkor a fidemesteri címet, mert mi akkor NB1-be sakkoztunk Ajkán, NB1-es sakcsapat volt, de csak egyedül játszott a ajkai játékos abban a csapatban, a többi mindenki idegen légiós. Pontosabban volt egy ifjúsági játékos, de nem a felnőtt, hát a felnőttek között volt, de ő ifjúsági játékos volt, a Csarmasz Máté. 2 voltunk Ajkáról a 12 fős NB1-es csapatban. Paksa úr, azt gondolom, hogy a sakk az a sport, amit egész kisgyerekkortól a halálig mondjuk lehet űzni, nincs semmilyen korhoz kötve. Ön mikor kezdte? Hát 9 éves koromban kezdtem sakkozni, 1963-ban Padragon. Debreceni Pista bácsi, a padragi sakkcsapatnak az edzője, ő tanított meg a sakknak az alapjaira. Később Padragra leigazoltak egy, akkor még nem FIDE volt, hanem egy sakkmestert, Szijjártó Szabó Benyámint, aki különben Dunántúl sakkbajnoka volt, és egy sakkszimultán tartott Padragon. Én akkor kezdtem sakkozni. Valami 25 gyerekkel is játszott, és a végén megkérdezte a Debreceni Pista bácsi, az edző, hogy te Béni bácsi, melyik gyerekkel érdemes foglalkozni? És a Béni bácsi körbenézett, rám mutatott és azt mondta, te Pista, ezzel a gyerekkel foglalkozzatok. Ebben a gyerekben van fantázia. És milyen igaza lett? És milyen igaza lett? Úgyhogy ennek már azért azt tudom, hogy közel fél, hát azóta már fél évszázada. Fél évszázada. Sem a Pista bácsi nem él, sem a sok mester nem él, a Szijjártó Szabó Benyamin, de hogy milyen megérzése volt a mesternek, nagyon sok gyereket nálam tehetségesebbnek tartottak abban az időben Padragon. Nem sakkozik senki, hanem már csak én egyedül, azok között. És most, amikor én gyerekeket tanítok, sokszor hozzám hoznak gyereket, hogy mondjuk értékítéletet a gyerekekről, hogy érdemes-e vele foglalkozni azzal a gyerekkel. És milyen érdekes, hogy nagyon ritkán tévedek, hogy amikor meglátom egy gyereknek, mutatok egy pár sakkallást, és beszélgetek vele a sakkról, meg nézem, hogyan játszik, és szinte megmondom, hogy érdemes-e azzal a gyerekkel foglalkozni, vagy nem. Ugyanúgy, mint a Pista bácsi, meg a Béni bácsi, már most 50 év után én is meg tudom szinte pontosan ítélni, hogy ki a tehetséges, és ki nem. Persze a tehetség még nem minden. A Polgár Judit, aki különben most lett a magyar válogatott szövetségi kapitánya, a férfi válogatott szövetségi kapitánya, ő azt mondta,
hogy kell 90% tehetség, vagy 90% munka, és 10% tehetség. Ajkán is volt már olyan sakkozó, akit tanítottam, aki nagyon nagy tehetségnek indult, de nem volt mögötte munka, kitartás, szorgalom, és gyakorlatilag elveszett. Azóta ő már nem sakkozik. Tehát nem véletlen az, hogy mindig a legjobbak általában tehetségesek is, de csak 10%-ba. A 90% szorgalom, kitartás, munka. Hát a mai napig én körülbelül 1 órát sakkozom minden nap, nagyon kevés az olyan nap, hogy én ne nézném az interneten a partikat, és folyamatosan követem a játszmákat, mert hogy én fidemester legyek, az körülbelül napi 1 órát kell foglalkozni a sakkal. Igen, és itt egy másik témát is érintettünk már, az utánpótlás kérdését, hogy azzal is foglalkozik. Ön edz gyerekek utánpótlásra foglalkozik. Milyen egyébként az utánpótlás? Van jövő? Igen. Én úgy érzem, Ajkán nagyon sok tehetséges sakkozó van. Én 1982-ben végeztem a testnevelési főiskola sakkedzői szakát. Azóta foglalkozom én gyerekekkel is, és nagyon sok tanítványom volt, aki azóta már országos bajnok is lett. És aki Ajkán most sakkozó, egy problémát látok itt Ajkán a saknál, hogy kevés az edzés Ajkán. És azok a ajkai tehetséges játékosok, akik hát többre szeretnék vinni, elmentek Tapolcára sakkozni, mert ott minden nap van edzés, hétköznap minden nap van edzés. És most ezt nem értem, mert nem egy nagy helyigényű, nem egy nagy eszközigényű sport, mégis kevés az edzés, miért? Hát valójában meg kell mondanom, hogy amellett én a sakkon kívül mással is foglalkozom, még dolgozom, aktívan dolgozom, azon kívül énekelek a Padragi Bányász férfi kórusba, és én hetente egyszer tudom vállalni, teljesen ingyenesen csinálom, már több mint 30 éve, hogy gyerekeket oktatok sakkért. Sokra. Míg Tapolcán az edzőknek fizetnek. Értem. Tehát végül is itt az időhiány. Hát itt az időhiány ez, és én most valami megmozdult, úgy látom Ajkán. Szeretnék visszahozni azokat a játékosokat, akik innen elmentek, de nagyon tehetségesek. Elmentek Tapolcára sakkozni. Hát a Kaufmann gyerekek, az Egressi gyerekek, akkor a érseki gyerekek, akik Ajkán nagyon ügyesek voltak, mind elmentek Ajkáról, mert keveselték azt a heti 1 edzést, ami Ajkán volt, és elmentek inkább Tapolcára, még akkor is, ha fizetni kellett érte az ottani edzőknek, mert fidemesterek tanítják az ottani gyerekeket, itt Ajkán pedig egyedül voltam, illetve vagyok fidemester, és hát nincs olyan színvonalú edző, akiket ők már szívesen látnának. Ott a Máldildikó tanítja például a legjobbakat. Különböző zárójelben megjegyzem, hogy a Máldildikót nagyon rövid ideig én is tanítottam sakkozni. Én Tapolcán voltam katona 2 évig. Hivatalosan nem mellém volt beosztva a Máldildikó, de akkor kezdett el kislánykorába sakkozni. És tanítványok fölérnek a mesterükhöz. Igen, ugye? De akkor, amikor nem volt ott a Horváth Imre, aki sajnos most ebben az évben meghalt, egy nemzetközi mester zalaegerszegi, együtt voltam vele katona, ő tanította a Máldildikót, és amikor hiányzott a Máldildikónak a Horváth Imre, mert valami miatt távol volt a katonaságtól, akkor nekem osztották oda a Máldildikót, de akkor volt még 3. osztályos kislány, hogy tanítsam ezt a kislányt sakkozni. Úgyhogy nagyon rövid ideig őt is tanítottam, azóta ő olimpiai bajnok lett a 3 polgárlánnyal. Múlt héten zajlott a magyar bajnokság, szenior bajnokság, ön is részt vett rajta. Hogy van megelégedve az eredménye? Milyen volt ez a verseny egyáltalán? Hát nagyon jó volt a verseny. Évek óta Ajkán rendezi a Zingler Sanyi bácsi a magyar szenior bajnokságot. Ez volt Ajkán a 15. szenior bajnokság. Pontosabban az elsőt Sárvárról rendezték, de a többi 14-et Ajkán. Nagyon jó verseny volt, gyakorlatilag ez a 60 éven felettiek magyar bajnoksága. Közel 40-en indultak a versenyen, én 13. voltam a rajtlistán. És a végén 5.-12. helyezést értem el, a mezőny számítás alapján 11. lettem. Tehát az elvárást túl teljesítettem, Veszprém megye a legjobb sakkozója lettem itt a szeniorok között, de itt, ahogy említettem az elején, egy olyan malőr volt, hogy fogfájással, bedagadt arccal játszottam végig a versenyt, és amikor kiúzták a fogamat szerdán, akkor gyakorlatilag egy gyenge ellenfelemtől elfogadtam a döntetlen ajánlatát mindjárt a játék kezdetén, a 10. lépésben, meg kell mondanom, nagyon sportszerű volt az ellenfelem. Látta, hogy killódom, és be van dagadva az arcom, és felajánlotta a döntetlent.
És elfogadtam a döntetlent, mert nem akartam órák hosszat kilódni a sok meccsen, holott ő gyenge eredményt ért el az a versenyző, mert csak 27. lett a 38 versenyző közül. És ha fél ponttal többen van, akkor harmadik lettem volna holt versenyben, ezen a versenyen. Meg kell mondanom, a jelenlegi eredmény is nagyon nagy siker, mert az ötödik helyzet ugyanúgy 5,5 pontot szerzett, mint én, aki 11. helyzet lettem. Tehát fél ponton múltak a helyezések, és hát a szenioroknak a krémje, az ország minden részéből szinte itt volt. Úgyhogy nagyon jó verseny volt. Tehát ehhez akkor külön gratulálunk. Ugye én laikusként is tudom azt, hogy a sakkban minden apróság számít, a legapróbb zöre, a legapróbb figyelem elvon. Hát még egy ilyen malőr, illetve hát egy ilyen betegség. Hát el lehet képzelni, hogy nem aludtam egész éjjel, amikor húzták a fogamat, mert két fogamat kiúztak alul, és egyszerűen nem tudtam aludni a fájdalomtól, és fájdalomcsillapítóval mentem el sakkozni. Nem volt egyszerű. Így különösen értékes az eredmény, ugye ezt ennek tudatában. Ön is említette, de én is tudom azt, hogy mi nagyon sok mindennel foglalkozik a sakkon kívül. Kicsit térjünk akkor ki rá, ugye ön helytörténész is többek között, horgászik is például, sokféle hobbija van. Mi mindennel foglalkozik? Hát fontossági sorrendben mondom, legfontosabb a sakk. Hát én a sakkal kapcsolatban mindent gyűjtök, ami létezik már nagyon régóta. Sakkészleteket, sakkönyvet, sakképeslapot, sakbélyeget. Hát egy sakkönyvet szeretnék azért bemutatni, amit kaptam az egyik sakkmestertől, amit nem mindenki látott. Igen, ezt azt hiszem, hogy be tudjuk majd közelebbről is mutatni a nézőknek. Egy igen. Mini könyvet, egy ex libris. Hát a sakk az első számú hobbim. A második a kórus éneklés. A Padragi Bányász férfi kórusban énekelek, hát most egy darabig nem fogok, úgy érzem, mert furcsán beszélek, és hát kiszólna elég így is a hangom, de gondolom már majd meg fog javulni az is. Másik a kórus éneklés. Mint ahogy említettem korábban, én még aktív dolgozó vagyok. Minőségügyi mérnökként dolgozom a MOL ZRT-nél. És hát ezen kívül a horgászat, ami nagyon pihentet, és nagyon jó szenvedélyem. Azon kívül helytörténettel foglalkozom, mint ahogy említette, az elmúlt időben pedig ipartörténettel is foglalkozom, mert úgy éreztem, hogy nagyon sok olyan témám van, amivel Ajkán nem foglalkoznak, és nehogy elveszten a múltba. Ilyen például az ajkai kohónak a története. Jövőre lesz 25 éve, hogy bezárták az ajkai alumínium kohót, és nagyon sok olyan anyagom van, eredeti fényképem, dokumentumom, amit hát szeretnék a közvélemény elé bocsájtani, és erről írok most különböző cikket. Egyet most adtam le a Kohászat című lapnak, mert 120 éve született az ajkai tímföldgyárnak az építetője, a Vitéz Petneházi Antal. És erről a Vitéz Petneházi Antalról most tudtam szerezni eredeti dokumentumokat, képeket, és ezt beküldtem a Kohászat című újságba, mert az alumíniumnak az egyik úttörője volt a Petneházi Antal, a Vitéz Petneházi Antal. Úgyhogy megírtam a Csékút története című könyvet, illetve nagyon sok Csékúttal kapcsolatos dokumentumot kutatok, illetve szeretném a közvélemény elé adni szintén. Most, amivel foglalkozom, Ajkán, illetve Csékúton internáló tábor működött az 50-es években. Három internáló tábor is volt Ajkán. Az egyik a Jókai bányán, ami közismert, a másik a tímföldgyári építkezésnél, a harmadik pedig maga a tímföldgyárba. És ezeket kutatom, mert most tudtam szerezni olyan dokumentumokat, ami ezzel az internáló táborokkal foglalkozott. Mert erről egész idáig hallgatott a történelem, és a fiam történész, aki különben biztatott arra, hogy segítsek ennek a kutatásába, illetve próbálja meg felkutatni az ajkai internáló táboroknak a történetét. Úgyhogy most pont ezzel foglalkozom. Az ajkai kohó építésével, illetve az ajkai kohó történetével, illetve jövőre lesz 60 éves a magyar szabadságharc. 1956-ban volt a magyar szabadságharc, és nagyon sok olyan dolgot tudtam felkutatni, ami a kohóban történt, illetve az ajkai tímföldgyárban történt 1956-ban. Ennek az eseményeit szeretném megírni, mert jövőre lesz 60. évfordulója ennek. Úgyhogy most ezekkel foglalkozom. Hát azon kívül megemelhet még sok mindennel, ugye, hát, ahogy említette. Igen, hát az képeslapokat gyűjtök például, de csak a helyi képeslapokat gyűjtöm. Ajka,
Davacsár, meg a környék képaslapjaid, régi képaslapjaid gyűjtöm, ami szintén nagyon szeretek. Numizmata is vagyok. Hát sokan nem tudják esetleg, hogy mi az a numizmata, régi pénzgyűjtő vagyok. Ezt a fiamtól örököltem, ő kezdte el valamikor a régi pénzgyűjtést, de amikor elment az egyetemre, abba hagyta, és rám maradt, mint szamáron a fül. És azóta én gyűjtöm gyakorlatilag a régi pénzeket, hogy a képeslapokon, a régi képeslapon kívül numizmata is vagyok, régi pénzekkel is foglalkozom. Úgyhogy nagyon szeretem ezeket csinálni, úgyhogy ez mind Ajkával kapcsolatos a legtöbb dolog, amit csinálok, úgyhogy nagyon szeretem csinálni. Hát Paksa úr, ehhez a nagyon sok-sok tevékenységhez kívánunk nagyon sok jó egészséget, és még egyszer gratulálunk a kitüntetéshez. Hát, köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Hát nagyon szépen köszönöm, és én is szeretném megköszönni az önkormányzatnak, hogy aki gondolt rám arra, hogy több mint 50 éves sakmúlt után megérdemlem azt, hogy amit eddig tettem Ajkáért a sakterén, úgyis mint játékos, úgyis mint edző, méltattak arra, illetve méltónak találtak arra, hogy a sportért diszoklevél kitüntetést adományozták most nekem. Így utólag is szeretném megköszönni az önkormányzatnak ezt a döntését. Köszönöm szépen. Mi is köszönjük.